menekült ügyről kicsit másként. Részben ez volt a fotópályázatodnak a címe is. Üdvözöllek itt a stúdióban. Én is üdvözlöm a nézőket. Kezdjünk viszont egy kis történelemmel, ha lehet így mondani. Mikor kezdtél bele a fotózásba? Fotózásba 11 évvel ezelőtt kezdtem bele. Hát egy 10 évig nekem ez csak hobbi szinten maradt meg. Munkahelyek mellett munkahelyek jöttek-mentek, és amellett így fotózás varázsa az mindig megragadott, mindig megmaradt, és most idén hagytam ott munkahelyet, és csak a fotózásra próbáltam összpontosítani, és itt keresem igazából az utamat. Mit jelent ez számodra, hogy a fotózás varázsa fogott meg? Mindig mutatott számomra is újat, tehát mind a kinti világnak az újdonságait láthattam meg, mind egyfajta önismereti oldalát is megkaptam a fotózás által. Uh-huh. Van valami célod, vagy valami dolog, amit szeretnél közvetíteni a fotózás által? Hát általában a dolgoknak a fényesebbik oldalát próbálom, tehát a szebbik oldalát, nem az általános nézetet, tehát mindenből a legszebbet szeretném kihozni. És miért pályáztál ugye a MOSZ menekültügyről másként című pályázatára? Egy kedves ismerősöm, Hurta Hajnalka ajánlotta ezt a pályázatot, és körülbelül 2-3 óra volt a kiállításnak az elindulásáig, és gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy ajánlották, beküldtem, és onnantól elindult ez a dolog. Tehát annyira nem volt semmilyen célom vele, csak ajánlották. Ugye most láthatjuk itt a háttérben a fotódat, hát tényleg próbáltad megragadni itt a szépséget is, ha lehet ezt így mondani. Itt ebben a, hát nem is tudom minek nevezhető ez a helyzet, szörnyű helyzetnek az ő szempontjukból, és szerintem mindenki szempontjából is. Mégis hogyan indultál neki, hogy most ma csinálok egy ilyen fényképet, vagy hogyan? Azon a héten volt egy ilyen megérzés, hogy keleti pályaudvarhoz föl kellene menni és megnézni őket, és ha fölmegyek, akkor ugyanézzem, vigyem a gépet is, és nézem meg, hogy mit lehet kihozni. Uh-huh. Egy olyan 20-25 percet voltam ott nagyjából, és főleg az emberi oldalt láttam, tehát kisgyermekes anyukat teregetett, reggeli kávét iszogattak, tehát ez 8:30 körül lehetett. Uh-huh. Na most 20-25 perc alatt elkészítettél azért egy díjnyertes fotót, ez annak köszönhető, hogy már ilyen profi vagy? Én igazából ilyen égi vezetésnek mondom, mert ehhez nagy szerencse kell, hogy egy ilyen fotó összejön. Tehát valaki végig fotózta az egész eseménysorozatot. Nekem most pont szerencsém volt ezzel kapcsolatban. Uh-huh. És mégis azért volt egy kis probléma is igazából a fényképeddel kapcsolatosan, hiszen elindult a nemzetközi sajtóban, de nem a te névjegyeddel. Igen, rossz névvel, tehát aki megosztotta, nem tudta, hogy ki volt a fotós, és ezzel a névvel, tehát egy másik névvel került ki a netre, azzal osztották meg, de pont ennek volt köszönhető a szerencse, hogy a híradós munkatársakhoz eljutott Amerikában, és onnan figyeltek föl rá, és utána kerestek meg az újságok, hogy leszeretnék hozni. Milyenkor az úgy az ember teendője, hogyha ha valaki úgymond eldopja, vagy hát akarva akaratlanul is eldopja a fényképét egy másik fotósnak? Én jeleztem azoknak az oldalaknak, ahol nem az én nevemen volt fönn, de igazából többet nem nagyon tettem érte, mert akkor már beindult a megkeresés, és ahonnan megkerestek, ott már tudták, hogy ki a fotós. És mit gondolsz azért, miért sikeres ennyire ez a kép? Mi a sikerednek titva? Szerintem pont azt a szempontot mutatja be, ami minden emberben megvan, tehát minden embernek fontos a szeretet, és ezt a szeretetnek azt a fajtáját mutatja be, ami a legmélyebb, és ráadásul a kontraszt, ami a környezet van, tehát a sátoron kívül lévő kontraszt, illetve a sátoron belül lévő kontrasztnak a nagysága emeli ezt ki, és ez érinthette meg az embereket. Ha minden igaz, akkor csak ezt az egyetlen egy fotót küldted be. Ennyire biztos voltál benne? Nem reménykedtem benne, hogy a többi kép annyira jelentős lett volna, ezt ajánlották. Ugye említetted, hogy most már csak a fotózással foglalkozol. Hogyan tovább? Mik a jövő képeid? Esküvő fotózással szeretnék foglalkozni, illetve stock fotózással, képügynökségekhez töltök föl képeket, és akkor különböző ügynökség vagy kiadók megvásárolhatják illusztrációnak, újságcikkekhez.
és akkor ezek ilyen saját projektek, amiben a kreativitásomat, a saját nézőpontomat jobban bele tudom tenni. Hát sok sikert kívánok neked hozzá! Köszönöm szépen!